Az előrehozott első tavaszi fordulóban az elmúlt hétvégén Debrecenben lépett pályára a Nyíregyháza Spartakusz, és 5 0 vereséget szenvedett a bajnoki címvédőtől Mátyus János együttese, úgy, hogy a vendégek 9 emberrel fejezték be a találkozót. A szakember szerint a fájú pofon után már előre kell tekinteniük. Azt tudtuk, hogy egy gyermek álló ellenfélre fogunk találkozni. A bajnok csapattal papíron nem volt esélyünk, ez sajnos be is igazolódott, de, de ezen most túl kell lépnünk, persze ez a vereség az fájó, meg, meg nem az öt az rengeteg, nagyon-nagyon sok volt, nem így terveztük, minden összejött el kaptunk egy szabálytalan volt az elején egyébként, a meccset nyolc mezőnyátékosra fejeztük be, de elmúlt, magunkba persze elhatározzuk, de a következő feladatra készülünk. A bajnoki meccs után két nappal a Liga Kupa 8 döntőjének első felvonásán Békis Csaván szerepelt a Szfari, és 2 0 vezetését követően 2 2 egy döntetlenel távozott a viharsarokból a Nyíregyházi gárda. Én azt kértem a játékosoktól, minden meccsen nyilván nyerni szeretnénk, de ugye meccs után voltunk két nappal, hosszú utazás után fáradtak voltunk, a döntetlen körüli eredményt szerettem volna elérni, ez, ez, sikerült is. Az más kérdés, hogy utólag az ember nem lehet boldog, hiszen kettőnél vezettünk a szünetben mi, aztán különböző okok miatt az eredmény kettő kettő lett, de nem vagyok túlságosan szomorú, jövő héten kedden tovább fogunk jutni, de előtte lesz még nagy feladatunk Pakson. A szombati házigazda hét győzelemmel, hat döntetlennel és három vereséggel a hetedik helyen áll a tabellán. Mátyus János helyzetét nehezíti, hogy nem számíthat a Debrecenben kiállított és ezért eltiltott Jánvárira és Abdurámánra. Nagyon kevesen voltunk, ugye, most hétvégére gyakorlatilag 12 felnőtt mezőjátékoson maradt, ez nem ideális, de ezzel kell most főzni, ebből kell most sikert kovácsolni. Valóban egy remekül szervezett, jó erőkből álló, jó futballistákból álló csapattal fogunk találkozni. Az egész terünket meghatározhatja az, hogy hogyan, hogyan fogunk szerepelni, ennek szellemében készülünk, és mindenképpen szeretnénk pontot vagy pontokat szerezni. A Pas Nyíregyháza Spartagusz találkozó szombaton 20 órakor kezdődik. A forduló további párosítása a következő Ferencváros Pápa, Budapest Honvéd Győr, Pécs Puskás Akadémia, Dunaújváros Videoton, Szombathely Kecskemét, Diósgyőr Újpest és Debrecen MTK.